thinner, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, eating well, sleeping well, no paranoia, careful to all animals, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, favors for favors, fun but not in love, slower and more calculated, no chance of escape, pragmatism not idealism, will not cry in public, a good memory, social, police. A Mandalorian? A Mandalorian? A Mandalorianus? The Mandalorian, a Star Wars story. Vagy az a Solo volt? Az a Solo volt, a Star Wars story? Ez nem az? Ez is az. De, jó. Van ennek magyar címe egyáltalán? A Mandalorianus. Képzeljük el Sergio Leone-t ötvözve az öreg Lucas világával, csak itt nem Ennio Morricone húzza a talpalávalót, hanem az öreg John Williams. Na jó, annyi baj legyen, lássuk a medvét, vagy a Mandalorianust. Kicsit vegyük elejéről a sztorit. A főhősünk, a Mandalorianus, Pedro Pascal által eljátszva, akinek a fején egy bili van egyébként, ezért semmi értelme nincs, hogy egy ilyen kvalifikált színészt játsza, de mindegy, ezt most tegyük félre. Szóval, már az első részben kiderül, hogy a Mandalorianus egy szőröstökű profi, aki a szakmájának a legjobbja, de mégis tök csóró, ezért el kell vállalnia a legneccesebb munkát. Felveszi a küldetést, melynek során kalandokba keveredik, majd megszerzi a Baby Gremlint, aki nem Baby Yoda, ahogy arra sokan referálnak, hanem Yoda fajába tartozó kistestű emlős. Baby Yodának hívni ezt a lényt legalább akkora tévedés, mint Baby Platónnak hívni, teszem azt, Napóleont. És a külseje miatt inkább hasonlít egy gremlinhez, mint egy Yoda mesterhez. Maximum Yodának a reinkarnációja lehetne, ha Yoda halála után még pár reinkarnációt bulizott volna más entitásokban, és utána újra születik ebbe a testbe. De marhára nem ez történt, ezért pontatlanságnak tartom Baby Yodának hívni ezt az entitást. Ezért hívjuk Baby Gremlinnek. De hagyjuk is, nem biztos, hogy ez a legfontosabb aspektus az egész sorozatnak. De úgy gondoltam, hogy tisztázzuk már a legelején, mert ez engem rohadtul zavar. Szóval, a hősünk megszerezte a Baby Gremlint, és le akarja szállítani a küldetésnek megfelelően. De nem úgy működik az. A visszaút során recycling matadorok ellopják a hajóját, így kénytelen megcsinálni ezt a kiegészítő küldetést. De ahhoz, hogy a recycling matadorok visszaadják a hajóját, meg kell szerezni egy tojást. Ennek a tojásnak a megszerzése pedig hatalmas veszélyekkel jár. Ez úgy hangzik, mint egy újabb küldetés. Ezen a ponton kezdtem azt érezni, hogy igazából egy videójátékot nézek, amit nem tudok irányítani. Na de úgy voltam vele, hogy várjunk még egy picit ezzel az ítélkezéssel, hisz még csak 35-40 percnyi nettó játékidő telt el az egész sorozatba. Várjuk meg, mire fog ez kifutni. Oké, az orszarvú szörny legyőzve Mandalorianus XP-t kap, de az életerő alacsony, item megszerezve, sidequest leadva, XP megkapva, HP fullon, vissza az induló helyszínre, főquest leadva, dől az XP, reward item megkapva, blacksmith új armort legyártja, plusz 5 stamina, plusz 40 armor. Azt a micsoda forgatókönyv, ez aztán jól ki lett találva. Jöhet a következő küldetés? Talán nem. Jöhet a következő szint, következő item. És úgy voltam vele, hogy elérkeztünk az a ponthoz, ahol már eleget láttunk ahhoz, hogy vélemény nyilvánítsunk. Ez egy sorozatnak álcázott videójáték, ami annak a generációnak lett legyártva, akik videójátékon nevelkedtek. És annyira be lett szopva ez az egész sorozat, hogy az IMDb legjobbjai közt van emlegetve. Ami hihetetlen. Értem én, hogy a western hangulatát akarták utánozni, és valamelyest sikerült is, mert elképesztően vontatott és unalmas. A westernek többsége is lassú és vontatott, de ennek van egy dramaturgiai vonatkozása. Az, hogy bele tudjunk érezni ebbe a sivár, hőség által megizzasztott környezetbe, ahol az embernek a gondolatai is lelassulnak igazából, egy ilyen meditatív környezetbe kerülünk. A Mandalorianus pedig simán csak cselekmény hiányos. Csak 30-35 perces csak a részek, de azt is egy örökkévalóság végignézni, akármennyit is lőnek benne, nem érdekel. Mindegyik rész egyetlen egy tök egyszerű mondattal összefoglalható és tökéletesen leírható. Első rész. A Mandalorianus megszerzi a Baby Gremlint. Második rész. A Mandalorianus visszaszerzi a hajóját. Harmadik rész. A Mandalorianus nem hagyja, hogy elvegyék tőle a Baby Gremlint.
Negyedik rész. A mandalóriánus megvédi a parasztbolygó lakosait. Ötödik rész. A mandalóriánus eszén nem lehet túljárni. Hatodik rész. Bill Burt nem lehet nem szeretni még ezután az alakítása után sem. Hetedik rész. Színre lép az itt is gonosz Gustavo Fring, aki el akarja venni a Baby Gremlint. Spoiler veszély! Nyolcadik rész. Ez nem is sikerül neki. Itt a vége, fuss el véle, ha lehet jó messzire, ne is lássam többet ezt a vackot. Több mint 4 órás ez a történet. Majdnem azt mondtam, hogy történet. I'm surprised you took so long. Szóval több mint 4 órás a passzív végigjátszási ideje ennek a Mandalorianus sorozatnak, és mégis azt érzi az ember, hogy semmi nem történt vele ebben a 2 filmnyi időtartam alatt. Nem ismertem meg semmit, nem lettem okosabb semmivel, nem izgultam semmiért. A dialógusokat valószínűleg egy 6 éves gyerek írta, az akciójeleneteket pedig egy vakember koreografálta, mert semmi nem látszik rajtuk és semmi értelme. Össze-vissza repked mindenki, meg lőnek a nagyvilágba, de hogy minek, az senki nem érti. De a politikai korrektség nevében nagyon örülök neki, hogy megadták a lehetőséget mindenkinek, még akkor is, ha nem ért hozzá teljes mértékben. Én azt mondom, indítsunk egy mozgalmat, nagyon fontosnak tartom a politikai korrektséget, teljes mértékben be tudok állni a mozgalom mögé, még több kiskorú forgatókönyvírót, javasolnám a kerekesszékes operatőröket és a törpe embereket, hogy tartsák a mikrofonálványt a felvételek közben. Legalább feketék voltak a filmben, bár ázsiaiakra és neandervölgyiekre nem emlékszem, hogy láttam volna. Szégyeld magad, Disney! Szégyeld magad, Disney! És akkor pár szó a szereplőkről. A Mandalorianus szerepében a fantasztikus, a mindig fantasztikus Pedro Pascal, akinek a karakterfejlődésére ugyanannyi időt fogok fordítani, mint a sorozat. Helyette inkább nézzük meg, ahogy sétálgat, ahogy megcsillan a sisakján a fény, majd amilyen kifejezően reagál az eseményekre. Igen, ez majd biztos segíteni fog nekünk, hogy azonosuljunk egy érzelmi sérültel, akinek egy Billy van a fején. Értem én, hogy gyerekeknek készült a sorozat, de ahhoz képest meg túl debil, meg túl explicit egy-két helyen. Van egy olyan jelenet a sorozatban, hogy a gyerekek által ráunt húsvéti nyuszi, aki egyébként ki is öregedett, megsütik az utca közepén. Nem túl PC ez a sorozat. Szégyeld magad, Disney! A sztori alapfelvetése pedig az, hogy a mandalóriánus kiskorúakat lopkod több helyről is, több ízben. És igazából nem tudom eldönteni, hogy ő egy jó lelkű szociális munkásnak képzeli magát, vagy csak egy csillagközi pedofil. Nem túl PC ez a sorozat. Szégyeld magad, Disney! Folytassuk azzal, hogy prostinak nézi a nőket. Mansplaining. Ready for round 2. Nem túl PC ez a sorozat, teljesen tárgyként kezeli a nőket, semmi jó női karaktert nem írtak, mitől tartottak ezek, hogy még a végén kiderül, hogy a nők sokkal kompetensebbek, mint ez a Billy fejű pisztolyhős? Ja. Tuti, erről van szó. Más nem lehet. Szóval a magányos hős küldetésre indul, barátokat szerez, akiket nem ismerünk meg igazából, majd egyik helyről a másikra bandukol, megvédelmezi az elesetteket, ezután pedig egy Billyvel a fején búcsút vesz ismeretlen barátaitól, és legyőzi a gonoszt, aki ártani akar a jóknak. Ha, ki hallott már ilyenről? Én biztos nem. A sorozatra 10 pontból 3 cson nélkül adható, 1, mert Pedro Pascalnak fantasztikus az arcmimikája, ezt ne hallgassuk el, tényleg kellett erre egy ilyen kvalifikált színész. A második a sejtelmes zene miatt, ami ugye nem John Williams, de tök mindegy, mert nagyon bizseregtető egész végig. A harmadik meg csupán azért, mert mozgóképről van szó. És ez már ugye predesztinálja arra, hogy nem lehet 0 pontot adni rá. Ja. És ezekkel a fantasztikusan kiemelkedő attribútumaival már egy lapon említhető a Dallas-szal, a barátok közttel, a szomszédokkal, a méltán népszerű entourage-zsal, szombat délelőtti mesematiné profi külsőségekkel.
Ez a Mandalóriánus. Aki viszont ebből az idősávból kinőtt már, és elmúlt 13 éves, annak azt tudnám javasolni, hogy inkább ássa fel a kertet otthon. Still tries at a good film. No longer empty and frantic. The ability to laugh at weakness. Calm, fitter, healthier, and more productive. A pig, in a cage, on antibiotics, social, police.